Sziasztok, lányok, fiúk! Picuska vagyok. Egy tavaszi képet fogok nektek most elkészíteni. Vegyünk egy lapot, 9x20x6x30-as. Hogyha nem hallod, hogy mit mondok, akkor itt ezt megnézed, és akkor meg tudod állapítani, hogy hányas az a lap. Oké? Leokézom, és effektet fogunk rátenni, mégpedig maszk segítségével a képünkre. Először is el kell készítenünk a maszkolást, és utána rakjuk rá ezt a maszkot a képünkre. Tehát itt ezen a képen, vagy ezen a lapon lesz a maszk. Szűrők, fotomaszk. Ja, még előtte el kell mondanom, hogy itt van a hölgy, a hölgynek a ruhájából veszünk mintát. Vesszük ezt a kis pipettát, és akkor egy sötét részből veszünk legsötétebből mintát, ami itt megjelenik. Tehát, hogyha nézitek, csak hogyha a hajából, akkor itt sárga, vagy ilyen barnás lett. Most a ruhájából veszünk, akkor zöld lett. Tehát így működik ez. És akkor megyek szűrők, fotomaszk. Na most, ez a maszkunk, ez nagyon világos, ez a zöld, de hogyha azt akarjuk, hogy ez a zöld legyen, akkor ezt itt lehúzzuk, és itt van ez a zöld, itt megtalálható. Erre csak rá kell itt kattintani. Balgombbal, és már itt is vagyon. Hát, és nagyon szép is lett, szűrők, domborítás. Nem teszünk mást, mint megfelezzük. Képméret 461-re állítom. Igen, oké. Most pedig lent, tehát ez lesz a díszítésünk, ebből készítünk effektet a képünkre. Még ilyet nem csináltunk, de most ezt fogjuk variálni. Veszünk egy lapot, szintén 9x20x6x30-asat, és leokézzük. Hát ez most nekem fehér lett, de nem baj. Most megyek, ugye leteszem a pipettát, szerkesztés, másolás, beillesztem ide, szerkesztés, beillesztés. Próbálom úgy beilleszteni, hogy itt a széle teljesen odaérjen, mert olyan leckét fogunk készíteni, amihez nagyon kell, hogy odaérjen. Most ezt már leteszem, nem lesz rá szükségem, mert ezt itt megkettőzöm. Réteg, megkettőzés. És akkor itt van ez, nézzétek, ha meg van kettőzve. Itt összerakom szépen. Próbálom úgy összerakni, hogy stimmeljen, tehát ne látszódjon. Nagyon nehéz, azt tudom, de most jó lett. Tehát próbáljuk, és itt is. Itt például itt is próbáljuk, hogy jó legyen. Hát ez nem a legjobb most, még. Jó, talán jó lesz. Most megyek a felső rétegre, jobb gomb, egyesítés az előző réteggel, és a kettőt egyesítettük. Nézzétek, itt van. És akkor utána úgy helyezzük ide, hogy egyenletesen mindenhol, tehát ne legyen ki sehol sem a széle. Mert ha ki lesz a széle, abból baj lesz, mert meglátjátok, hogy miért. Tehát itt pontosan teljesen kiérjen. Utána megyek a szűrőkre és a görbére. Torzítás, görbe. A görbénél itt a középső kis pontocskát felhúzzuk teljesen ide, és már készen is vagyunk, és oké. Na, tehát ez történt, ez a dolgunk. Most megyek erre a felső rétegre, megkettőzöm, réteg, megkettőzés. Az azt jelenti, hogy ezt megkettőztem. Tehát itt van. Na de! Ugye ezt vissza kellene fordítani. Hogy is fordítjuk vissza? Sokan mondtátok, hogy nem tudjátok, hogy mi az, hogy tükrözés. Ez itt a vízszintes tükrözés.
ami azt jelenti, hogy vízszintesen mozog el, ez pedig a függőleges, nézzétek, így mozog el. Tehát nekünk most a vízszintes tükrözésre van lehetőségünk, vagyis van szükségünk, jobban mondva. Igen, ide tesszük. Úgy tesszük oda, inkább nagyobb legyen ez a, inkább nagyobb legyen, még nagyobb is lehetett volna 461-nél, hogy minden stimmeljen és jó legyen. Amíg nem rétegezzük le, betesszük, tehát ezt most ide helyeztük, amíg nem rétegezzük le, betesszük a hátteret. Erre rákattintunk, erre a fehér háttérre, és megyünk a háttérre, nem ez az. Itt vagyon. Szerkesztés, másolás. Kattintunk a képünkre, és ide. Szerkesztés, beillesztés. De nem jól sikerült nekünk ez. Hát nem baj. PNG-vé tesszük, most PNG-vé tesszük a, nem, akkor először nem helyezzük be, hanem PNG-vé tesszük. Azért akartam, hogy lássátok. Tehát PNG-vé tesszük ezt a felső kettő effektet. Ide kattintok az emberkét, tehát először ide a felsőre, vagy ide bele a közepébe. Kattintok az emberkére, és nem elég az, hogy oké, okay, mondjuk ez 15 legyen itt, nem elég az, hogy oké, okay, hanem ide bele is kell kattintani. Bele kattintok, bal gomb, és oké. Okay. Most ezt nem látjátok, mert fehér a háttér, de nem baj. Tehát most vagy ebbe kattintasz, vagy a felsőbe, mivel ez már látjátok PNG, tehát az emberke, és belekattintunk ennek a közepébe, ide. Tehát amikor már előjött az ember, tehát mikor előjött ez az átlátszó szín, ez a kis táblácska, akkor oké. Okay. Na most kaptunk egy PNG, kettő darab PNG effektet, és most behelyezzük. Benne van az egerünkben, azt hiszem, rákattintunk az alapra. Az alapra. Szerkesztés, beillesztés. Nézzétek, most jó lett. Beillesztés. Ne ijedjetek meg, mert nem marad ilyen. Egy kicsit megnagyítjuk szabad átalakítással, megnagyítjuk ezt a tájképünket. Oké. Hát lehetne ez a tájképünk egy kicsit sötétebb, nem is tudom. Talán. De ez így jó lesz. Meg is nézzük, hogy milyen volt eredetileg. Eredetileg ilyen volt. Talán ilyen is lehetne. Szerkesztés, másolás. Meglátjuk, hogy milyen lenne eredetileg. Amikor valami nem tetszik, például most ezt itt a tetejére is rátehetjük, erre rákattintunk, és akkor szerkesztés, beillesztés, és most ráment a tetejére. Szerintem ez is nagyon szép lenne. Hagyjuk ezt. Akkor fogom, tehát ha valami nem tetszik, itt alul kitörlöm. Törlés. És akkor már el is ment alóla. Szabad átalakítása. Felnagyítom, jobb gomb, szabad átalakítás, és picit felnagyítom. És meglátjátok, hogy mit teszünk vele. Úgy próbáljuk el helyezni ezt a szép kis tájképünket, hogy itt oldalt töltse ki a teret. Vagy ha nem is teljesen, de kis halványon töltse ki a teret. Most amíg nincs lerétegezve, addig próbálunk radírozni. Erre kattintunk rá, vagy ide a közepébe, vagy ide. Megyünk a radírra. Radír, kivesszük a pipát innen az inverse kijelölésből, és csak itt elkezdjük radírozni, de csak itt, mert csak ide ment bele a képünk, a tájképünk ide belement. Nem baj, mert ki tudjuk szépen radírozni, látjátok? Addig radírozod, még tiszta fehér nem lesz. Azért mondtam, hogy hagyjuk fehéren, mert legalább így látjátok, hogy mit is dolgozunk.
tehát kiradíroztad, máshova nem ment, mert ide nem ment, tehát csak ide ment, és készen is vagyunk most már. A következő lépésünk, lerétegezzük az egészet, egyesít minden réteget, mert most már szerintem itt kész is vagyunk. Esetleg nem tudom. Talán jó lesz. Lerétegezzük, egyesít minden réteget. Utána a következő lépésünk, pipettázni fogunk, mégpedig len. Hát, veszem a pipettát, bejelölöm ezt a színt. Utána veszem a varázspálcát, belemegyek a közepébe, bödön kiöntöm. Varázspálca, ezeket a fehéreket, mindet kiöntöm a bödönnek. Ugye először bejelöltem innen a színt. Varázspálca, bödön. Varázspálca, bödön. És akkor beöntöm. Varázspálca, bödön. Látjátok, itt már nem lett jó, valahol valami gyíkszer van. Valahol valami van. Mert mind a kettő befestődött. Varázspálca, bödön. Na jó, nem baj, talán jó lesz így is. És akkor utána, jaj, nem ezt akartam, hanem ezt, itt letesszük a bödönt. Amikor letettük a bödönt, akkor utána kezdjük el újból varázspálca, középsőbe belekattintok, és szűrők, leképezés, 3D effekt. A 3D-s effekt jobb alsó. Jobb alsó, ami azt jelenti, hogy itt van az árnyék, ezt nagyon jól figyeljétek meg. A következőben itt kell legyen az árnyék, itt. Leokézzük. Megyünk a következőbe. Szűrők, leképezés, 3D-s, és az árnyék bal alsó. Látjátok, itt lett. Oké. Megyünk ebbe. Itt kijelölődött a másik is sajnos, meg talán az összes. Szűrők, leképezés, 3D-s kontúr, jobb alsó, bal alsó, ez egyik se jó, felső, jobb felső, oké. Itt is kijelöljük, itt valami nem stimmel, tehát hogyha valamit nem jól csinálunk, akkor mindegyik kijelölődik. Csak ennek kellene kijelölődni. Varázspálcával. Szűrők, leképezés, 3D-s kontúr és bal felső. Ugye, mert itt kell lenni a, itt kell lenni az árnyéknak, meg itt. Itt és itt. Oké. Megszüntetjük a kijelölést. Hát ez most ilyen lett, de arra törekedjünk, hogy szépen itt nem jól helyeztem el, alul látszik egy csík. Ezért nem lett jó. Tehát arra törekedjünk, hogy alul-fölül oldalt mindenhol kitöltse a teret. Egy picit lejjebb kellett volna még húzni, de így is jó lesz. Tehát amit szerettem volna, azt meg tudtam csinálni. Most még van egy dolog. A varázspálcon megint ugyanúgy belemész, adunk neki egy kis textúrát. Hát én a vakolatot választottam, nekem nagyon tetszik ez a vakolat, szűrők, textúra, vakolat. Most ide is, szűrők, textúra, vakolat. Másikba, szűrők, textúra, vakolat, és azt hiszem mindegyiknek adtunk mintát. És ez jön, és akkor kijelölődött az oldala is, de nem baj, legalább így egy. Több legyet ütünk egy csapásra. Textúra, vakolat. Megint. Szűrők. Textúra, vakolat. És megszüntetjük a kijelölést. Hát, kaptunk egy szép kis dolgot. Szerintem szép lett. Remélem, hogy a tiétek is ilyen jó fog sikerülni. Ahhoz, hogy minden jól is.
szépen menjen, rendesen be kell helyezni oldalra is és alulra is a dolgokat, mert úgy fog szép lenni. Most a következő dolgunk a keret lesz. Először is kép, külső keret. Hát egy halványabb keretet veszünk, innen veszünk mintát, és egy hármast, oké, leokézzük. Utána pedig veszünk egy sötétebbet. Ezzel nem csinálok most semmit. Veszünk egy sötétebbet, kép, külső keret, és most ezt a sötétet vesszük, vagy mondjuk itt, mindegy, és ez pedig mondjuk 60, 65. Már én is széles kereteket készítek. Leokézom, és akkor következő meg megint egy kép, külső keret, megint egy ilyen világos, hármas. És oké. A következő lépésünk, jön a varázspálca, a varázsi pálca. Most leképezés, szűrők. Utána rakjuk rá a mintát, hogy egyforma legyen a másikkal. 3D-s keret. És akkor meglátjuk, hogy mit is tesz vele. Hogy lenne szebb, és hogy lenne jobb. Tehát, hogyha ezt itt váltogatjátok ti otthon, látjátok, hogy itt hol van az árnyék, például jobb alsó, megnézzük, hogy hol van az árnyék. Szerintem ez tökéletes lesz, és leokézzük. Most, ami ki van jelölve, addig megyünk a szűrőkre, és ennek is adunk ugyanolyan textúrát, mint a belső résznek. Tehát remélem, hogy sikerült a textúra. Levesszük a kijelölést. Igen, sikerült. Sikerült, igen. Következő lépésünk a kislány behelyezése. Itt van. Szerkesztés, másolás, hát ez nem nehéz, biztos. Szerkesztés, másolás, még egyszer. Erre kattintunk, ide a közepébe, mindig ide a közepébe kattintunk, ami él. Szerkesztés, beillesztés. Mivel erre szeretnénk beilleszteni, tehát erre kattintunk. Szerkesztés, beillesztés, és akkor biztos, hogy oda megy. Ott is van. Na most a kislányt úgy helyezzük el, hogy általában úgy szoktuk elhelyezni, hogy mindig valamihez. Most ennek teljesen vízszintes és egyenes az alja. Ide helyezzük, és adunk neki egy árnyékot. Egy kis árnyékot, mégpedig réteg, beállítások, és hetes árnyék, oké. És akkor megnézzük, hogy mit tett vele itt alul. Hát úgy helyezzük el, hogy itt az árnyék látszódjon, meg oldalt is. Jó, ez így jó is lesz nekünk. Következő lépésünk a név ráírása. Itt ráírom, hogy Vicuska. Vicuska. És egy fehéret adok neki, mivel fehérrel szeretném ráírni. Ugye a betű 14-es vagy 15-ös. Oké. És akkor ez sikerült is. Ide behelyezem, vagy ide teszem oldalra, nekem mindegy. Nektek is rétegeket egyesítem, egyesít minden réteget, és még teszek rá egy díszt. Méghozzá keresek itt valahol. Remélem találok, hoztam egy-két díszt. Nem tudom, talán ez szebb lenne, kicsit lekicsinyítjük. És megfestjük zöldre. Ilyenkor, amikor egy rózsaszín díszt találunk, akkor mindig megfestjük zöldre. Tehát ide megyünk,
Még egyszer elmondom, tehát, hogyha ez a diszünk nem zöld, hanem rózsaszín, erre ügyeljünk ki, nem tesszük rá. Ide legfeljebb fehér disz illene, másmilyen nem. Fehér meg zöld, esetleg sárga, amilyen szín van benne. És akkor fogjuk, és befestjük zöldre. Ide húzzuk a zöldre, és akkor befestjük. Oké. És akkor most ez szép ez a zöld. Próbáljuk szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Ez ide egy kicsit nagy lesz. Biztosan, hogy nagy lesz, lekicsinyítjük. Szabad átalakítás, hát mondjuk egy olyan, ezt nem tudom, nektek nem tudok ebbe beleszólni, hogy hányas legyen, hogy milyen díszt fogtok idehozni. Hát én egy ilyen 50%-ra tettem. Megnézzük, nem tudom, hogy hogy néz ki. Ezt a díszt ide is behelyezhetjük, kicsit megfordítjuk, szabad átalakítása, itt fent a dőlésszögön hajlítunk. Így, oké. Akár így is behelyezhetjük, vagy akár ide a szélére is kirakhatjuk. Ha a szélére rakjuk, megkettőzzük, most réteg megkettőzés, ugye már kettőre lenne szükségünk, itt van. Most ezt szintén tükrözni kell, ezzel a függőleges tükrözésre, nézzétek. Ez így működik, és akár ide, akár a szélére, de hogyha a szélére raktuk, akkor a vicuska nekem nem látszó, de így jó lesz. Azt mondja, itt a szélénél, és itt is a szélénél. Szerintem ez így tökéletesen jó lesz. Jól is áll. Vagy én arra gondoltam, hogy ezt eltüntetni, ezt a... Megpörgetem egy kicsit. Még egyszer, igen. Tehát ezt bármerre lehet pörgetni, arra gondoltam, hogy eltüntetjük itt vele ezt a kis homályos részt. Talán. Nem tudom, kinek milyen az ízlése. Rátok van bízva, hogy hogy szerkesztitek, hogy csináljátok meg, de szerintem ez így is jó lesz. Na. Egyesítjük a rétegeket, egyesít minden réteget. Készítettem több képet, majd felrakom ide a csoportba, és ezzel készen is vagyunk. Nem kell más tenni, mint elmenteni fáj, mentés másként, és akkor elmentjük mégpedig jépekbe, és tavaszi világ címmel. Tavaszi világ. Jépekbe az asztalra szoktam menteni, és onnan helyezem el. A legjobb minőséget jelöljük be itt, és oké, általános, és oké. És készen is vagyunk ezzel a leckével. További szép napot, jó munkát kívánok nektek. Sziasztok!